Számomra mindig izgalmas volt, hogy felfedezzem és lássam, hogy kik vannak olyan szólisták, akik valami rendkívülire képesek, és ez számomra mindig egy inspiráló valami volt, hogyha felfedeztem egy olyan hegedűst, mint Baráti Kristóf, akkor született egy hegedű verseny számára. Kortárs zeneszerző, ilyen magas szintű is, ilyen, hogy úgy mondjam, a kortárs zenéhez képest nem annyira konvencionális zenét ír, ami magyarra lefordítva azt jelenti, hogy egy teljesen élvezetes dallamokkal, ritmusjátékokkal, nagyon sok hangszeres effekttel rendelkező zenét ismerhettem meg. ...1971-ben, amikor Kölnben tanulhattam, posztgraduális képzésen, Karlheinz Stockhausennél és az elektronikus stúdiójában dolgozhattam, a Westdeutsche Rundfunk stúdiójában, és ugyanakkor a Zeneakadémiának az elektronikus stúdiójában. Ott nagyon komoly akusztikai és fizikai oktatásban volt részem, úgyhogy tulajdonképpen az megváltoztatta teljesen a hangról való elképzelésemet, ugyanis addig azt hittük, ugye, vagy azt hittem, hogy a hang az csak egy pontszerű jelenség, és az a 12 hang van, amivel évszázadokon keresztül dolgoztak a zeneszerzők, hát ez nem így van, hanem a hang is egy folyamat, annak van belső élete, egy mikrovilága, amiben szintén bele lehet nyúlni, annak a vibrátóját meg lehet mozgatni, lehet gyorsítani, lassítani, a felhang összetételébe be lehet nyúlni, meg lehet változtatni a dinamikai arányokat, a felhangok dinamikai arányát, ebből új hangszínek keletkeznek, tehát rengeteg olyan új élmény, ami aztán elindított egy teljesen másfajta gondolkodást. Feloldásnak és a megdicsőülésnek, vagy az ég felé törésnek, vagy az Isten felé való törésnek akkor van értelme, hogyha a pokol is létezik. Tehát ez mindig így egységében szemlélendő, és ezt én természetesnek tartom, hogy nagyon nagy feszültségekkel is dolgozom, és ha szükséges, akkor pedig a legideálisabb és legéteribb hangzásokkal is.